Na, szevasztok! Kezdjük akkor itt el ezt a dumálgatást. Ugye ez az a dolog, hogy ez az a kis eseményem, akkor úgy hívjuk, hogy rácsörgök. Olyan embereket, akikkel akartok beszélgetni, vagy akartok látni, ezt itt előttetek felhívom. Úgyhogy teljesen hétköznapi környezetben, teljesen hétköznapi szituációkban nézzük meg, hívjuk Szonyecskát. Na, nézzük. Azt mondja, hogy hívjuk Szonyát. És itt is van. Most figyeljetek, gyerekek. Na, felhangosítom. Ó! Sikerült! Sikerült, nagyon várjál, úgy tűnik. Hogy várjál, életem első live-ja, és most itt... Hogy, aha. Jaj, megfordítottam a képet. Jó. Hello! Na, hello! Tök jó, mert látom magamat, és akkor be tudom igazítani a hajam. De gyönyörű vagy. Na, hello! Hello! Nem vicces ez. Nagyon jó, nem? Igen. Hol vagy? Most fenn vagyok egy tetőn, vendégségben vagyok. Azért de Philadelphiában vagy. Philadelphiában egyébként, igen. Még két napig jövök mindjárt haza, csak muszáj voltam elmenni a Yellowstone Nemzeti Parkba. Döbbenet. Egyébként de várjál, te most akkor onnan visszajöttél. Igen. Te most onnan visszaköltöztél, és akkor most itt voltál itthon. Egy csomószor dumáltunk is, és akkor most a szünidőnek visszamész oda? Mert hogy eddig, amikor ott voltál, akkor nem voltál, nem mentél el a Yellowstone-ba, és most gondoltad, hogy akkor kinézel, vagy kicsit megint visszamentél? Igen, ez kicsit bonyolultabb, ez úgy néz ki, hogy tehát az van, hogy én amikor kijöttem 6 évvel ezelőtt, akkor én kijöttem művészvízummal, és elkezdtem dolgozni azon, hogy legyen zöld kártyám, aminek az a lényege, hogy ugye az egy szabadságot jönni-menni, amerikai be, meg lehet dolgozni, tehát igen, a vállalási engedély is. És akkor megszereztem a zöld kártyát, annak viszont van egy olyan követelménye, hogy nem lehetsz Amerikán kívül hosszabb ideig, mint 6 hónap. Bizony. És én ugye tavaly hazajöttem Magyarországra, az szuper volt, meg szerintem van is, csak néha-néha ki kell jönnöm az USA-ba, hogy megtartsam a zöld kártyát. Ja, értem, és hogyha már ott kín vagy, akkor azt gondoltad, hogy akkor elnész a Yellowstone Nemzeti Parkba. Hát, mert azt gondoltam, hogy egyrészt még pandémia van, tehát ki akar egy városba bezárva ülni, meg veszélyesebb is, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor viszont elmegyek zöldövezetbe, és akkor olyan helyre megyek, ahol még nem voltam. És a Yellowstone-ban meg még nem voltam. És milyen volt? Úristen, hát nem is tudom. Az van, hogy egyszerűen nagyon nehezen, nagyon nehéz szavakba foglalni, őszintén szólva. Tehát egyszerűen nem lehet szavakba foglalni. Az ember elképzeli valahogy, de annál is csodálatosabb. De azért, mert természet, ősiség, döbbenet, energiák, nyílt terek, meg ilyesmi? Így, ahogy mondod, igen. Tehát egyszerűen olyan látvány, hogy először... Az egyik legjobb barátnőmmel voltam, aki szintén ilyen nagyon természetimádó, és összekötött a kellemest a hasznossal. Nem a Timivel. Na, amerikai barátnőm. Ja. Amerikai barátnőm. És csak ritkán találkozom az amerikai barátaimmal, úgyhogy így akkor megoldottam ezt is. Azt beszéltük a kocsiba, hogy olyan, mintha egy makett lenne. De először nem akarod elhinni, hogy ez olyan szép, hogy szinte már épített díszlet, és köszönöm, nem az. Egészen elképesztő. De a hegyek, a fák, a view, az egész képek, az állatok esetleg, a tér, vagy mi? Hát először is olyan színek vannak, amit festeni nem lehet. Tehát döbben. Egyszerűen olyan színek vannak, hogy látsz fényképeket, meg én is láttam itt a National Geographic videókat, filmeket a Yellowstone Nemzeti Parkból, de egyszerűen elmondhatatlan, tehát nincs ilyen színek, nem léteznek. Olyan élénkek a színek, hogy egyszerűen belefulladsz, tehát nagyon kell, tényleg. Tehát, hogy, és akkor a fáknak a sűrűsége, az az érdekes,
lélegzik a föld ugye folyamatosan, csak mi ezt úgy nem érzékeljük annyira városban, meg mondjuk egy-egy parkban. Szóval itt bent vagy az egészben, semmi nincsen, van egy út, ami meg van csinálva, és kb. Annyi, hogy körülötted, alul, fölül, oldalt, hátul, amerre nézel, végtelen természet, és érzed, hogy lélegzik, és egészséges, és kicsattan az egészségtől a bolygónk. Szóval tényleg fantasztikus volt. Csak így áradozni tudok egyfolytában. Ha már egészség, meg ilyesmi, azért te figyelsz rá nagyon, hogy mit eszel? Mert mindig olyan sugárzó vagy, de tényleg olyan szép vagy. Múltkor volt a Patrícia, nem tudom, hogy láttad, és ő is olyan, hát most, tehát itt nyíltan beszélünk mindig. És tudod, ismersz engem, meg a Pacival is, nem tudom, hogy néha olyanokat mondok ki, ilyen nyíltan vagy olyan, ami az emberek számára furcsa, de most mégis azt kell mondjam, hogy azért nem vagyunk már fiatalok, basszus. Most voltam 42, te is e körül vagy, Paci is e körül vagy. Tehát nem 25 évesek vagyunk már, és basszus, azt nézem, hogy nektek különösen kell figyelni erre nőknek, pláne színésznőknek, mondjuk sokkal jobban is néztek ki, mint mi színészek, vagy én, vagy bárki. Tehát olyan szépek vagytok és sugárzók, de te például mit teszel ezért? Tehát nagyon figyelsz, hogy mit teszel, nagyon figyelsz, hogy mit mozogsz, nagyon figyelsz, hogy mit csinálsz, hogy tényleg ilyen szép vagy, és nem, most is sugárzok. Én megmondom őszintén, hogy nem ez a, tehát nem a, figyelek, hogy mit teszem, figyelek, hogy mit mozgok, de nem ezt tartom az elsődlegesnek, hanem azt tartom az elsődlegesnek, hogy a szellemem meg a lelkem legyen jól. Tehát, hogyha én jól vagyok lelkileg, meg idegileg, hogy így mondjam, ebben a felgyorsult világban, tehát azért járok ilyen helyekre, mint Yellowstone Nemzeti Park, meg azért költöm egyébként a napjaim nagy részét Magyarországon, a Lovardába, az állatokban. Mert azt gondolom, hogy ha én lelkileg, szellemileg jól vagyok, meg jó helyen vagyok, akkor azzal az egyértelműen vonja magával azt, hogy akkor úgyis egészségesen fogok étkezni, mert nem akarok úgy ülni alulra, hogy bezabáltam egy borjú pörköltet. Mondjuk bezabálom a borjú pörköltet, tehát hogy én nem a csipegetős csaj vagyok, és én nagyon szeretek enni. Nagyon. És szoktam is, mondjuk nem a lovaglás előtt. Tehát ennek megvannak a módjai. A mozgás meg az természetes. Tehát a mozgás, nem azért mozgok, hogy baromi jól nézzek ki, hanem azért mozgok, hogy jól érezzem magam. Tehát nálam inkább innen jön. De jó. És akkor jól fogok kinézni, meg akkor jól fogom magam érezni. Nem, soha nem hittem ebben, nagyon sokat csináltam, tudod, jól erről csomót beszéltünk. Főleg a fiatalabb éveinkben, amikor nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, ugye mindig ilyen 30 körül dolgoztunk a legtöbbet, hogy akkor úgy nagyon oda kellett figyelni. Meg én is egy szál kis tangába vonaglottam a filmvásznon, meg minden, amikor aztán tényleg oda kellett figyelni, és akkor az ember odafigyel, de ez egy kínszenvedés. Tényleg például amikor... ez neked nem durva, hogy milyen jó, hogy mondtad, de komoly, hogy azért tényleg azért oké, színésznő vagy, meg az egész tested, meg oké, értem, de azért basszus, az nagyon intim. Tehát azért te, mint nő, hát azért az a feneked, vagy egy bugyi, tehát iszonyú intim. És hogy ezt így a nők, mondjuk ezt így ilyenkor halállazán bevállalod? Vagy ha van az a szerep, akkor igen, nyilván az erről szólt az a szerep. Vagy hogy van ezzel egy nő? Mindjárt mondom, Karcsi 092 azt kérdezi, hogy milyen idő van erre fele. Várj, ezt előbb meg tudtam fordítani. Ilyen. Sunny. Szikrázó napsütés van, de nincsen 40 fok, tehát itt most ilyen 25 fok van. Szóval visszatérve a kérdésedre, hát először is színészek vagyunk, tehát egy szerepet játszunk, és ha a szerep igényel bizonyos dolgokat, akkor azt szerintem megcsináljuk. Nyilván az, amiről beszélünk most, ez a Valami Amerika 2-ben volt, amikor a szerepem szerint csapot tudtam négy szem közt beszélgetni a fiúkkal, a filmen belül, hogy elvisznek engem, én egy striptease bárba dolgozom, és elvisznek egy ilyen úgynevezett magántáncra, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, amikor a lapdance. Lapdance-re. És kerestem egy magyar szót erre. De azt hiszem, ezt így mondják itthon is, nem ilyen... Lapdance lehet. Nem tudom. De mindegy, és akkor ott engem fölhívott a Herendi Gábor a film előtt egy 5 hónappal, mert ugye nekünk nem azon, hogy egy évvel előtte szólnak, hogy felkészülje fizikailag, ugye? Erről is már beszéltünk, hanem azon, hogy nyáron forgatunk, szólnak utól februárban. És nem tudom, top formában... Jó esetben februárban, mert van, amikor májusban szólnak, hogy indulna egy film. Igen, van neked egy szerep június. Kéne egy kockás haspoké.
És akkor feljött a Gábor, és megkérdezte, hogy figyelj, van ez a jelenet, és az van, hogy egy tangobugyiba kéne csinálni. És akkor mondtam, hogy kérek-e dublőrt, azt kérdezte. És mondtam, hogy figyelj, mondom, full mesztelent nem szeretnék, de mondom, hogy gondolod? Hát, hogy akkor az lenne, hogy végülis hátulról azért tényleg egy szál tangobugyiba kéne lenni, de megvágjuk, amit akarsz, azt kihagyunk. És akkor mondtam, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy vagyok még annyira fiatal, meg jól néztem ki. Jól néztem. hogy azt mondtam, hogy figyelj, most van még egy jó pár hónapom, szerintem nem kérek dublört, én ezt megcsinálom. Akkor legalább van mire edzeni. Kihívás is. Igen. És akkor nem vagyok itt szégyellős alkat egyébként, de nyilván, hogyha nem úgy éreztem volna, hogy most ez elég jó a vászonra, vagy bármi olyan van, akkor nem vállaltam volna be, de viszont onnantól kezdve tényleg az volt, hogy nem ettem, heti 4-5-ször futottam a normafán, jártam olyan kezelésekre, hogy ilyen drótokat dugtak bele a combomba, meg a fenekembe, és ráztak árammal, hogy ilyen kivezessék azt a maradék zsírt, ami maradt rajtam a nem evés futás mellett, de amikor odaálltam a kamera elé, akkor viszont jól éreztem magam. Csak mondom itt a nektek, hogy sziasztok újra, bármi kérdésetek van, tegyétek föl, dumálgatunk itt Szonyával halál lazán, és utána szép lassan elkezdjük visszolvasni a kérdéseket. Nyugodtan kérdeznétek, tök lazán, együtt vagyunk bármennyien, barátok, itt vagyunk mindannyian, úgyhogy nyugodtan dumáljunk, mindenki kérdezze, amit gondol. Hogy, és most még mennyire van benned ez az amerikai vagy külföldi karrier? Vagy például, hogy akkor most meg lesz, akkor megvan a zöld kártya, gondolom, akkor mész az állampolgárságira, vagy ízés, és akkor mi, és akkor kiköltözöl, vagy és akkor... Vagy csak nem, az most költöztem haza. Hát tudom, de akkor érted, de valamiért nem adod ezt el, tehát, hogy nem hagyod elveszni, amit meg is értek, hát miért hagynád, nem vagy hülye, de hogy mert tervezel, hogy azért akarod azt a szabadságot, hogy bármikor, ha úgy adódik, te kimehess, vagy mit akarsz ezzel az egész Amerikával most? Először is én nagyon notórius utazó vagyok, tehát nekem állandóan mennem kell, én állandóan úton vagyok, állandóan megyek, állandóan látnom kell dolgokat. A zöld kártya az azért volt jó, vagy azért is kellett, amellett, hogy tényleg legyen egy ilyen korlátlan be- és kiutazási lehetősége, ne kelljen ezzel foglalkozni. Az állampolgárságot nem tudom, hogy lesz, mert azért ahhoz nagy részében itt kéne élni, és most ez nem így történik. De én ugye elkezdtem, tehát én nem, tehát a színészi karriert a zöld kártya nélkül is tudtam volna, mert ahhoz csak elég egy ilyen színész-művész vízum. De én szerettem volna mással foglalkozni, tehát többek között azért is mentem rá a zöld kártyára, mert én itt elkezdtem csinálni egy állatorvos asszisztensi sulit, és aztán dolgoztam állatkórházban, és nagyon szerettem volna afelé elmenni. Le a kalappal, basszus! Komolyan, olyan ügyes vagy, annyira szeretlek. Yes, vagyok, hát de tényleg, hát de az, hogy egy sikeres színésznő pályája csúcsán, tehát nem az, akit már nem érdekel léte az embereket, hanem imádnak téged, most is látod, és egyszer csak kimész, és akkor állatorvosi asszisztensit elkezdesz. De miért? Te hányszor akartad már abba hagyni őszintén? Hát nem úgy abba hagyni, hanem egyszer csak... Szóval én nem ennek élek, mint mondjuk a Máté Gábor vagy a Izé. Én sem. Ugyanarról beszélünk, hanem én mit tudom, hogyha az van, hogy én most körbe akarom utazni a világot, vagy elmegyek 3 évre, akkor elmentem 3 évre, sőt még többre, vagy most elmegyek Brazíliába egy évig. Akkor... Elmész? Hát már voltam, hát tudod jó, hogy de voltam. De nem, azt hittem, hogy most megint valami. Ja nem, hát most nem tudom még, most megint van egy ilyen, hogy... Nem tudom, most egy csomó ötletem van, gondolkozgatom, tehát élni szeretnék. Most nem tudom, hogy mennyire fogok utazni. Most azért nehéz utazni. Hát nagyon, igen. Azért utazom egyébként Amerikában, mert ide tudok egyedül utazni, mert ugye a zöld kártya miatt ide bármikor be tudok jönni, és akkor viszont minden belföldön lehet utazni. Tehát azért is jöttem most, hogy Amerika könnyebb. Figyelj! Nem lehet kikerülni, mert azért tényleg, mi van a pasikkal? Tehát most itt van egy... Ugye kinézek az utcán. Nem, most komolyan. Tehát gyönyörű nő vagy. A Yellowstone Nemzeti Parkban medvék voltak, bölények voltak,
voltak nem hagyom, szarkasok. Nem hagyom, nem hagyom, hogy érted, de azt mondom, hogy most válaszolok. Hát nem hagyom. Egy nemzeti parkon belül nem igazán azt nem mondom, érdekel a bullshit. A nem érdekel a bullshit. Mi van velünk? Udvarolnak? Szonya, Amerikán belül hol élsz? Nem élek már Amerikában, már hazaköltöztem Magyarországra, de most kijöttem, mert elmentem a Yellowstone nemzeti parkba, és most mindjárt hazamegyek. Figyelj ide! Udvarolnak? Udvarolnak? Nem. Nem szoktak udvarolni neked? Nem mernek? Nem igazán udvarolnak. De mi nem mernek? Azt gondolják, hogy úristen, hát az oroszlán Szonyának én nem merek írni. Vagy nem merek oda menni, vagy... Nem tudom, szerinted. Te vagy a férfi. Ja, hogy szerintem neked miért, hogy hozzád nem... Hát nem tudom, biztos, hogy nem azért, mert nem vagy jó nő, és biztos, hogy nem azért, mert nem vagy szép. Lehet, hogy megrémiszt, érted? Tehát a Angelina Jolie-hoz kimegy hozzá, hogy szia! Hát te ilyen vagy Magyarországon mindenképp, tehát szerintem, ha valamiért nem, én ezt tudom, nekem ez jött, hogy én azt tudom elképzelni, ha vagyok egy ember, mondjuk én szeretnék oda menni, szeretnék olyan bátor lenni, hogy mondjuk úgy követem a szívem, ha úgy érzem, hogy akár az oroszlán szónyáz, és most miért nem menjek oda, legfeljebb bunkó lesz, vagy visszautasít, vagy nem, legfeljebb meg jóba leszünk, vagy nem tudom, de szerintem az emberek inkább ezért nem mennek oda menni hozzád, hanem kapsz ilyeneket, vagy nem tudom. Hát néha-néha kapok, tudod... de nyilván a szélsőség jön, tudod, hogy csókolnám a harisnyás lábadat, meg ilyen. Na de te azt szereted, nem? Főleg annyi harisnyát hordok egyébként, gyűlölöm a harisnyát. Te azokra szóval... mindig visszaírsz, te ilyenkor küldesz magadról ilyen harisnyás lábas képet, nem? Azonban. Mindenképpen, természetesen. Persze. De előtte megvárom, hogy kinőjön a szőr a lábamon. Persze, nyilván, hát ugye, persze. Figyelj, hogy basszus, valamit akartam kérdezni, olyan jót mondtál, pedig várjál, basszus, egy olyan jó volt, miről beszéltek, várjál, mit írnak, és de várjál, hogy... mert átugrottad tök gyorsan azt, és bocsánat, tényleg nem ki akarok térni, hogy szarvasokat láttál a Yellowstone Parkban, hanem amit tehát, hogy tulajdonképpen helyettem megválaszoltad csak azt a kérdést, amikor kérdezted, hogy miért, tehát hogy egy sikeres színésznő miért megy ide-oda-amoda, hogy csak ezzel egyet akartam érteni veled, hogy amiért te is azt mondod, hogy szeretnéd azt a szabadságot, hogy el tudj menni. Tudom, mit akartam. El tudj menni. Na látod, eszedbe jutott. Tudom, mit akartam. Mondjam? Mondjad. Hogy tudod, van ez a nem tudom most, hogy hívják, egy ilyen nagyon híres ilyen Instagram sztár, így nőkkel fényképezteti magát, és lövöldözik, nem tudom, tehát, és érdekes, egy ilyen csávó csinált vele most interjút, és mindenki meglepődött, hogy miért vele csinálnak interjút. Azért, mert kíváncsiak voltak, hogy mit jelent neki a pénz, meg a fame, a hírnév. És ő egy mondatot mondott ebbe az egészbe, szerintem, hogy nagyon megragadt bennem, hogy rájött, hogy egyrészt a hírnév nagyon sok ajtót kinyit. Kettő, nagyon izolál. Nagyon izolál. De jó, de édes, hogy te is most érsz. Mert én is ezt érzem, figyelj, és akkor lehet, hogy izé. Tehát mennyit érzel abból, hogy itt vagyunk barátok, most izé közel 200-an, és az emberek nem tudják azt elképzelni, vagy lehet, hogy el tudják és gondolnak rá, hogy hú, de jó híresnek lenni, hú a hírnév, és tehát hány híres ember lesz akár öngyilkos, szed pirulákat, lesz alkoholista, lesz drogos, nem tudja már mit kezdjen az életével, mert akkora presszió, nyomás, frusztráltság, feszültség, borzasztó lelki teher tud lenni a hírnév, hogyha nem vagy elég stabil és erős, megroppansz bele, de minimum izolál. Mit tudsz erről mondani? Egyetértesz azzal, hogy a hírnév, akár Magyarországon kis 10 millió közül, érted, mindenki ismer téged, hogy mennyire izolál? Hát figyelj, erre a legjobb példát tudom mondani, azért nem sokat beszéltünk te meg én, amíg én itt éltem az Egyesült Államokban, és csak ilyenek, hogy messengeren egymásra írtunk, hogy szia, mit csinálsz? Semmit, itthon megyünk egyedül. Te? Én is. Igen, ki gondolná? Mondjuk olvasunk, majd nézzünk valami sorozatot, és akkor dumáljunk, és akkor beszéltünk mondjuk egy órát telefonon. Mert azt hiszik, hogy mi ide megyünk, oda megyünk, ez történik, az történik.
Nem, egy csomószor az van, hogy otthon ülünk egyedül. Mert éppen, jó, azért is, mert mondjuk mi szeretünk otthon ülni egyedül, azért azt is tegyük hozzá, de hogy alapvetően teljesen más, mint ami kép szerintem rólunk az emberek fejébe van, nem? Tehát és ez az izoláltság is, de megszokja az ember, meg is szereti valahol szerintem. És annyit hagyd mondjak el csak itt a nézőknek, barátoknak, akik néznek minket, hogy például a Sonyáról ki gondolná azt, érted így alapból, amit te mondtál, hogy ki gondolná rólunk, hogy nem bulizunk valahol, vagy éppen kívül, nem igen, tudom, ilyen fancy ízét élünk, hogy a Sonya olyan művelt, annyi sok ilyen irodalmat, szép irodalmat, meg ilyeneket olvasol, hogy tök egy, a Sonya így mondjuk otthon van, és akkor Csehov valamit olvasol, mert ízét, ez olyan édes, olyan kis szép. És igen, hogy az emberek, mert mondod, hogy mi azért szeretünk is egyedül lenni, de hogy a francban ne szeretnél, amikor egyébként a munkád az, hogy kívül csillogni kell, hogy ezt csinálod, meg hogy adsz nekik, meg hogy az van, és az van. Most már picit, hogy nyugodjunk már meg. Igen. Hát persze, és tudod, mi jutott eszembe, hogy mondjuk az Andy. Tudod, én nagyon szerettem őt, és sokat jártam föl hozzá a lakásába, ötemletes házába, liftes ötemletes házába, tehát a lakásába, és ott egy csomó szó volt, hogy ott egyedül ott volt. Mit csinálsz, Andy? Hát üldögélt, vagy mozizott, vagy izé. Hát miért nem mész a Rolls-Royce-oddal a izébe? Mit csinálj a Rolls-Royce? Beszélgettem egy milliárdos barátommal, és mondja, hogy és olyan szép volt, hogy ez az ember így rájön, és mondja nekem, és azt mondja, hogy Iván, egy szív roham után lábadozott, érted? Tehát ez is milyen érdekes, hogy milliárdos, szívroham után lábadozik, tudom, hogy pörgeti, aha, majd hogy azt gondolnád, hogy nyilván. És egyszer csak mondja, hogy már rájöttem, Iván, hogy egyszer, nem tudom hány ingatlanja van, házai, meg nem tudom, és azt mondja, hogy rájöttem, hogy egyszerre csak egy tányérból tudsz enni. Egyszerre csak egy ágyban tudsz aludni. Igen. Egyszerre csak egy helyen tudsz lenni. És azt mondja, de ott is legyen, és minden, és még több is lenni. És szívrohamot kapsz, és beszarsz, és megdög lesz 50 évesen. És itt vagy mondjuk te, aki 40 év körül ilyen gyönyörű. Tehát muszáj egyedül lenni, muszáj magunkba figyelni. És amit tudod, mind röhögök, mindig mondod, hogy na mi van, Buddha? Mindig mondod nekem. Na mi van, Buddha? Igen. És akkor mondom, hogy és akkor akár így gondolkozol, hogy most a Buddha vagy nem Buddha, amit ez alatt nyilván értjük, hogy mit, de azért te is mi van Buddha. Igen, én ugyanezt csinálom. Hát ugyanezt csinálod. Ugyanazt csinálom, azzal a különbséggel, hogy nekem ebben van két társam, a kutyám meg a lovam. Tehát én ugyanezt csinálom velük. Tehát a múltkor is fölhívtál, emlékszel két hete? Igen. És így körbe megfordítottam a kamerát, és feküdtem a zöld legelőn, a kutyám az egyik oldalon, a másik oldalon a lovam. Na de te a legelőn voltál, én megmondtam, hogy én meg egy napig el voltam egyedül az őrségben. Igen. Nézd meg, ki írt nekünk, olvasd el az üzeneteket, nézd meg, ki írt nekünk. Várjál, most hogy kell visszaolvasni? Ja, egyet látok. Kata! Nézd el minket, szia! Dobó Kata. Jóval, nem tettem fel a telefont egy órája, köszi. Dobó Kata írt nekünk, Lavigány. Mondjuk nem most hívjál vissza. Igen, ez Szonyás. Nem most hív vissza, hanem amikor vége, akkor hív vissza. Tényleg, ti a Katával, amikor mondtad, hogy ti a legjobb barátnők vagytok, hol ismerkedtetek meg, hogy talán, hogy legjobb barátnők legyetek? Még a főiskola előtt, azt hiszem, mert egyébként minket párhuzamos osztályba vettek fel a színművészetire, de még előtte ismertük egymást. Ilyen közös ismerősökön keresztül. Hát várjál, te akkor voltál a színművészetén, amikor én voltam. A Kata fölöttünk járt kettővel, nem? Nem, te alattam jártál, Cica. Cuki vagy, de igen, lehetek én is olyan fiatal. Fölötted jártam kettővel. Ja, akkor ti jártatok egy. Mi jártunk egy évfolyamban, igen. Én a zenés osztály voltam, ő meg a próza. Igen. Csányi, Sanyi. Igen, igen, Lengyel Tomi. Lengyel Tomi, ez az osztály, az enyém meg volt a Berecki, Rezes Juci. Tényleg, te hogy vagy ezzel, hogy miért a musical szakra mentél? Oda vettek föl, vagy azt akartad? Hát egyrészt azért, mert ugye 4 évente indul a musical osztály, tehát nagyon durván szűri. 1200-ból vettek föl 25-öt, mert hogy 4 évente indul.
De hát azért többek között nem is próbálkoztam mást. Hirtelen akkor arra ott felvételi volt a musical osztályra, és én nagyon jól táncoltam, és nagyon jól énekeltem. Úgyhogy elmentem oda, elég egyértelmű volt, hogy jó, akkor elmegyek oda, felvételizek a musicalre. Nem nagyon gondoltam ezt át. Az volt az első alkalom, hogy egyáltalán a színművészetibe gondolkodtam. És akkor felvettek elsőre, legnagyobb meglepetésemre, úgyhogy azt hiszem, hogy az esélytelenek nyugalmával mentem a színművészetire, és ezért vettek fel valószínűleg, hogy nem izgultam szét ezt a dolgot. És neked nem volt olyan, hogy... Vagy hogy állsz azzal, hogy oké, híres vagy, szép vagy, van pénzed, szaladgálsz jobbra-balra, szabad vagy, minden, ismernek, játszottál ezt-azt, de hogy ez az igazi művész színházban, pont amilyen a kis lelked, hogy a Csehov, hogy a komoly, hogy a dráma, hogy az igazi, az nem, azzal hogy vagy? Ott nincs egy hiányosság, hogy basszák, hogy az nincsen, hogy aj, de kár, hogy az nem hiányzik a palettádról, ugye a lelkedben, hogy nyilván te akarnád, de hogy ez megkaptad, ez van, ez, vagy az van, hogy oké, ez mind jó, de az azért hiányzik. Ez is tök jó, hogy megkérdezted, mert mindig is hiányzott, és mindig is nagyon hiányzott, és most augusztus 20-án kezdem próbálni a Macbethet. Jó, igen. Mint Lady Macbeth, igen. De jó. És pont egy kis a Spirit Színházba, a kicsibe, 100 férőhelyes a nézőtér, jön egy újvidéki rendező, tehát külföldi rendező fogja rendezni ráadásul. Úgyhogy Shakespeare Lady Macbethnél jobbat hirtelen de nem jó. Próbálni. Igen, úgyhogy pont arról fog szólni, amit most kérdezel, igen, hogy pont a műhely munkarész, hogy nagyon a Kálai Géza fordítás, csodálatos fordítás, szegény Géza nagyon fiatalon meghalt egy pár évvel ezelőtt, csodálatos. De meg tudtad ezt az oldaladat mutatni? Már? Most fogom, nem. Azt én mondom, aha. Nem, de nagyon-nagyon-nagyon várom, és tényleg csodálatos. Tehát az a jó, amikor van ezzel, ugye én imádom ugye az irodalmat, tehát ez nagyon jó, amikor jó szövegeket lehet mondani, és mondjuk komoly mögöttes tartalom is van. Figyelj, van egy kérdés, Szonya, figyelj, két kérdésem lenne hozzátok. Egy, mit jelent számotokra a szabadság? Kettő, kinek a szavára adtok, kinek a véleménye fontos nektek, és miért ez tetszik? Mondd az elsőre, hogy magyarul, ki nem. Mit jelent számotokra a szabadság? Szonya? Mit jelent a szabadság? Igen. Azt, amikor tudok lenni a pillanatban, békésen és nyugodtan. És ez többnyire a természetben érem el. Tehát valószínűleg, hogy a kintlevés, létezés, a pillanatban való élni tudás. Mm. Neked? És én vagyok a Buddha, mi? Hát mondtam, hogy én is. Jó, de te azért ezzel... Te... Igen. Én azért ezzel házalok. Házalsz. Én ezzel max hangerőn házalok. Hát én ezt szeretem, én nekem ez fontos. Nem? Tök igazad már, és ez tök jó is. Figyelj, nekem tök jó, amit kérdeztél. Olyan szépet mondtad, mert én azt mondtam volna sokkal elsőkörösebben, hogy, és nem ilyen szépen, ahogy te, hogy amikor szabad lélek, amit szeretnék, amihez van kedvem, azt csinálhatom, azt mehetek, azt vihet, azt követhetem a lelkem útját, stb. De ez na, hogy ez a szabadság, de amit te mondtál, az azért mélyebb. Mert mondjuk oké, amit én mondtam, az érthető. És akkor mit csinálsz, amikor pandémia van? Nem követheted a lelked útját. Nem. Ott be vagy zárva, Ivánok. Ott üldögéljél. Ott akkor nem lehet szabad. És hát az emberek azért lázadoznak. Nem lehetek szabad. És hát nem a szart nem. Lehet szabad. És megtapasztaltam többek között most is azt, hogy valóban igaz az, hogy a fizikai valót, és nem duma vagy nem duma, be vagy zárva mondjuk otthon. Mondjuk egy 60 négyzetméteres lakás, nem olyan kicsi, 60 négyzet, de mondd, hogy 100. Azért ott hosszan ott lenni, vagy 40 négyzet, 50, 60-on, és akkor még nem úgy élünk, ahogy a fegyházban, hogy 10 négyzetméteres. És amit az Eckhart Tolle mondott, hogy ha olyan a mindsetet, ha olyan a jelenbe vagy, amit te mondtál, ha olyan elérsz valamit, ott is érezhetsz egy szabadságot, még akkor is, amikor elfogadod a körülötted lévő korlátozottságot. Tehát, hogyha elfogadod a korlátokat körülötted, és úgy vagy, mintha akár te magad választottad volna, hiszen az van, akkor az egy
szabadsággá tud átváltozni bármilyen furcsa. És ez gyönyörű. És olyan szabad és teljes voltam ebben a pandémiás időszakban. Például amikor be voltunk zárva, nem lehetett sehova menni. És nem lázadoztam én például, nem akartam sehova kimenni, hanem abszolút egy ilyen spirituális elvonulásra egy évig használtam ezt. És nagyon nagy szabadságot éltem meg, holott fizikailag hát sok minden volt, csak szabadság nem. Hát igen, de közben meg azért volt ez a pandémia jó gyakorlás erre szerintem, vagy legalábbis nekem, hogy az van, hogy visszafele gondolkodni teljesen felesleges, mert úgyse tudod megváltoztatni, tudsz belőle tanulni, meg tapasztalni, de nem érdemes, szoktam mondani a szüleim, volna. Nem lehet volnázni. A másik, amit nem lehet, az pedig előre gondolkodni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Ez a pandémia mutatta meg a legjobban, hogy nem tudod, hogy mi fog történni. Akár holnap bezárják a várost, és délután 5-től nem mehetsz ki. Gyönyörű. Nem érdemes előre szaladni se, hogy mi lesz, hogy lesz majd, mi lesz velem akkor, ha, mi lesz velem akkor, hogyha majd... Nem tudom. Tehát igazából nincs választásod, hanem az van, hogy próbálja, akkor most kell lenni. Akkor most kell lenni, most kell magam jól érezni, ebbe az állapotba kell ki tudni teljesedni. Vagy nem tudom, hogy ezt szépen fogalmazol. Várjál, csak volt egy kérdés, hogy mit tanácsoltak a kezdő színészeknek? Várjál. Micsoda, hogy kús? Fús? Fús. De várjál, itt olyanokat mondtál, ezekben muszáj. Várjál, a gyönyörűeket mondtál. Gyönyörű. Tehát rögtön az, hogy mert ugye most kell, a mostba kell magad jól érezni, meg izé. Jól kell magadat érezni? Semmit nem kell. De mondjuk nem rossz, hogyha jól érzed. Nem, de érezhetem magam szarul is. Az is lehet valami, hogy most szarul vagyok, tehát nem akarok vigyorogni és mosolyogni, mert az nem igaz. Nem, azt is kell. Tehát szerintem, tehát nincsenek ellenpólusok kellenek. Tehát szerintem nincs olyan ember, aki állandóan jól van. Tehát mindig vannak hullámvölgyek, különben hogy lennél jól, mihez képest. De olyan van, aki nincs jól, és mégis mosolyog, és nem vállalja fel, hogy nem vagyok jól. Olyan van? Hát ilyen van, meg sajnos azért a mi pályánkon is tudjuk nagyon jól, hogy muszáj. Tehát az, hogy most nincs kedvem ide menni, oda menni, de muszáj, meg fényképezkedni kell. Tehát azért mi ebbe színészek ráadásul még jók is vagyunk, mert nagyon sokszor van olyan helyzet, hogy fáj a hasam, rosszul vagyok, de ki kell mennem a színpadra, és le kell nyomnom vidáman egy zenés előadást 3 órán keresztül, és akkor muszáj vagyok végig vigyorogni. Tény, hogy egyébként elkezdem magam jobban érezni attól, hogy kívülről, a mosolytól belül, tehát ez elindul befelé egyébként. Tehát amikor fölveszel egy mosolyt kétszeresen, az tud elindítani befele egy jó érzést. De nem, az sem, nem szabad, hogy az ember elnyomja a rossz érzéseit, persze. Igen. És figyelj, még a múltról, meg a jövőről, hogy volna, nyilván nem csinálhat semmit, ami már megtörtént, minek izé. De hogyha van egy sérelmed, vagy van egy fájdalmad a múltadban, hogy basszus, az miért történt így, vagy miért nem úgy, vagy ott, ha azt csinálom, vagy hogyha azt csináljuk, vagy hogyha azt, basszus, hogy igen. Istenem, vagy nem tudod elengedni, vagy mit csinálsz azzal, Szonya? Mit csinálsz azzal? Hát szerintem az érzéseket, pont egyébként van egy barátnőm, akivel most elég sokat csináltam, ilyen vezetett meditációt, majd mesélek róla. És nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben ezen, és nagyon jó tapasztalásaim voltak magammal kapcsolatban is, meg ezzel az egész vezetett meditációval kapcsolatban. És pont erről beszélt, hogy a régi sérelmeket is muszáj, át kell érezni, meg kell élni, meg kell, hogy fájjon, meg kell, hogy rossz legyen, de utána el kell tudni engedni valahogy ezeket. Tehát nem lehet se magadat ostorozni, hogy basszus, de hülye voltam, de azt kellett volna, vagy ezeket nem tudsz mit csinálni. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy mik azok a jelek, amikre mi így vagy úgy reagálunk, és akkor talán a jövőben odafigyelni erre, de megnélni meg kell tudni, csak valahogy el kell engedni. Az a nehéz egyébként. Az elengedése ezeknek a rossz érzéseknek az. És mi van azzal, az is nagyon tetszett nekem, és én nagyon így gondolkozom, vagy nagyon benne van ez, hogy hogy a jövőben, vagy tök mindegy, hát úgyse tudod, hát lehet, hogy pandémia, azt lezárják a fél országot, jön egy vírus, tök mindegy, akkor most mit? Magyarul nem érdemes akarni, nem érdemes tervezni, kell tervezni, vagy csak jelen vagy és alakul? Hogy csináljuk? Vagy csak mit gondolsz? Szerintem nem. Szerintem kell akarni nagyon,
Tehát szeretni, akarni dolgokat, szeretni dolgokat, vágyni dolgokra szerintem kell. Aggódni rajta, izgulni rajta, rettegni rajta, remegni érte, nem érte. Igen. Ez egyébként, hát például a buddhisták még nagyon sokan azt mondják, hogy pont, hogy ugye a félelem, harag, mit tudom én, mik ölnek meg dolgokat, és oda teszik a vágyat is, Szonya, meg az akarást. Tehát, hogy vágyni, hogy a vágy nélkül... Mi? Bocsánat, csak a... ott a Lili. Szia. Páriska Lili. A család. Itt vagyok. Mindegy, hogy a vágy nélküliség, azt mondják, nem mindegy. Hogy... Jó, oké, igazad van. Hogy a vágy nélküliség, hogy azt mondod, hogy vágyni akarni kell, és sokan azt mondják, hogy az a tanításokban, hogy hát az minden bajunk gyökere, hogy vágysz valamire, akkor vagy megkapod még többet, vagy nem kapod meg, akkor... Tehát, hogy a vágyad van, de nem menj utána. Tehát a vágy nélküliség, és csak legyél a jelenben, mintha ezt akartad volna. Tehát, hogy vágyni akarni kell, mondod, és erre mondom, hogy valaki meg azt mondják tanítások, hogy pont, hogy a vágy, akarás, hogy rossz felé víz, pont megmérgez. Nem tudom, szerintem a vágyak visznek előre, meg az, hogy például én el szerettem volna jönni a Yellowstone Nemzeti Parkba, az is egy vágy, nem? Az is kívánalom, az is olyan, hogy szeretnék majd egyszer eljutni a Yellowstone Nemzeti Parkba, és ennek a tudatában csináltam egy csomó mindent úgy, hogy most Igen. Itt voltam a Yellowstone Nemzeti Parkban. Igaz. De ha nem lettem volna ott, akkor nem lettem volna ott. Tehát nem az történik ilyenkor, hogy kiugrom az ablakon, mert úgy vágytam rá, de nem jött össze, és most csalódtam. Hanem azt jó tudni, hogy én azt szeretném egyszer. Azért mondom, hogy nem remegni kell érte, hanem tudni azt, hogy én azt úgy szeretném. Igen. És ha nem jön be? És ha soha nem jön be? Ha nem jön be, akkor tudom, hogy ezt szerettem volna, de nem jött be. De nem fogok, tehát attól nem lesz rosszabb az életem. Na, jó, ez jó. Okay. Jó, mondjuk, akkor nem láttam volna egy csomó medvét. Akkor látok erdélyben. Van bármi az életetekben, amit másként csinálnátok? Amit megbántatok? Nem igazán. Azt bántam meg, hogy nem kezdtem előbb lovagolni. Ez az egyetlen, amit az elmúlt években magamnak megfogalmaztam. Hogy nem kezdtem el korábban gyerekként. De pedig voltam ló közelben, de valahogy nem tudom miért. Meg kellett ehhez is érni. Én csak 30 évesen kezdtem el lovakkal foglalkozni. Ezt az egyet bánom. Te? Nekem van olyan, amit nem így csinálnék, millió dolog van, amit nem úgy csinálnék, és mégis az a paradoxon, hogy nem bánom, hogy így csináltam, mert így, hogy nem úgy csináltam, ahogy most csinálnám, ezáltal tanultam meg azt, hogy már nem így csinálnám. Tehát tulajdonképpen teljesen hasznos volt, hogy vagy hülyén csináltam, és már más csinálnék, mert ezért tanultam meg, hogy most mit csinálnék Igen. másképpen. De nem bánom, hanem már sok minden van, amit másképp csinálnék. De az volt a tanulópénz, különben nem jöttem volna rá. Oké, figyelj, itt még volt egy ilyen, hogy kinek a szavára adtok, ez nagyon tetszik, kinek a véleménye fontos nektek, és miért? De kinek a szavára adsz? Kinek a véleménye fontos? Hát ez attól függ, hogy miben, nem? De. Tehát szakmai kérdésekben tökre megvannak azok az emberek, akiknek adok a szavára. Például a mai napig járok beszédtechnikára, meg szöveget tanulni a Torockainihez, nem tudom, emlékszel erre. Igen, csak a neve. A beszédtanár. És ő nekem egy ilyen folyamatos tükör egyébként, tehát ő neki nagyon adok a szavára szakmairag. De hát van, a családban vannak emberek, akiknek, és hát van azért egy baráti köröm, akiknek fontos a véleménye. Oké. Okay. Kérdezik, hogy várjál, mik vannak, hogy a megbocsátás nehéz sokaknak, mind maguk felé, mind mások felé, így szeretni se tudják igazán magukat. Igen, akkor az egyik legnyugodtabb időszakom volt, nagyon sok mindent tanultam most a pandémia alatt magamról, harmóniában lenni, új sikerekre rájönni magunkkal kapcsolatban, nagyon jó dolog, sok-sok szívet kapunk, jelenlét. Iván, te párkapcsolatban élsz? Azt láttam én most, Iván, te párkapcsolatban? Iván, te párkapcsolatban élsz? Nem. Miért nincs barátnőd, Iván? Hát mert most nem jött velem szembe az a nő, akibe szerelmes leszek, vagy akit azt érzem, hogy Úristen, ő, ki ő? Mert kell neked az Úristen szerelmes akarok lenni bele?
hát nem akarok lenni bele, hanem azt vettem észre, hogy vagy akkor én most a szerelemnek hívom, de lehet, hogy az nem szerelem, nem tudom, de csak úgy járni, úgy nem tudok egy lányhoz. Nem, ezt kérdezem, igen. Csak úgy járni nem tudok, hanem igen. Hogy akkor gyere, járj, ja, próbáljuk meg szívani, jó, járjunk, és akkor 3 hónap, á, nem sikerült, jó, most veled, most akkor veled, 4, 5, 6 hónap, most volt egy kapcsolatom, jártunk 7 hónap, jó, következni, nekem ez így nem, nekem ez így nem megy, nekem az, akivel így együtt vagyok, az lehet tudni, hogy akkor az komoly. Nem tudom, meddig tart, és nem tudom, mi lesz, és, de az nagyon komoly, az nagyon komoly. Aki mellett úgy leteszem a voksom, az úgy komoly. És most nincs ilyen. Nincs ilyen, úgyhogy ezért. Boldog névnapot, Iván! Köszönöm. Ugyanis névnapom van, Szonyecska. 24-e van? Igen. Hát boldog névnapot, Iván! Bizony. Köszönöm. Tényleg, nem tudom, hogy hányadika van, de most akkor ezek szerint 24-e van. Nagyon boldog névnapot. Köszönöm. Szonya okos, ezt írja valaki. Szonya okos. Miért Buddha és miért nem Isten? Kérdezi német Gina. Nem tudom, hogy mire kérdezed, hogy miért. Azért hívom Buddhának az Ivánt mindig, mert nagyon sokat meditál, és ezzel szoktam bele viccelődni, hogy Buddhának hívom. De lehet, hogy ők azt kérdezték, hogy miért Buddha, miért nem Isten, mert sokat beszélünk Buddháról és nem Istenről. Nem, nem kevert. Nem hiszem. Jó, oké. Okay. Úgy értettem. Azt kérdezi Balkóba 2020, ti nem akartok összejönni? Tényleg, Szonya? Köszönjük szépen, mindjárt gyorsan elgondolkozunk rajta. Ó, de kár. Oké. Okay. Hol lehet veled szembe találkozni? Hol lehet veled szembe találkozni, Szonya? Általában, ha van egy olyan tábla az testen, hogy ló, akkor ott a közelben valószínűleg ott leszek. Na jó, oké, okay, akkor ott leszünk. Szonya nem tudja, milyen nap van. Nagyon boldog névnapot, édesek, boldogat, Iván. Oké. Okay. És figyelj, mikor jössz onnan vissza most? Kérlek szépen, én mi van ma? Mert ugye nem tudom, milyen nap van. Tehát 24-e van, Iván nap és csütörtök, ugye? Holnap igen. Után indulok vissza. Úgyhogy ez csak egy ilyen 2 hetes kiruccanás volt, ebből ennek az volt tényleg a lényege, hogy belépjek az országba, és az zöld kártyámat meg tudjam tartani, illetve, hogy akkor ugye a Yellowstone Nemzeti Park volt a lényeg, úgyhogy most gyakorlatilag most még ebben a 2 napban még család meg barátokkal találkozom, és akkor jövök haza. Figyelj, életed kedvenc filmje, amit néztél? Tehát amit néztél? Hát mindig a Pulp Fiction mondom egyébként, de azóta azért... Fúha. Ez milyen jó, hogy mindig a Pulp Fiction-t mondom, ez milyen jó, hogy életet kérdezik, és nekem is eszembe jutott, hogy nekem is vannak ilyenek, amit mindig, nem tudom, hogy az lehet, de mindig azt mondom, ez de jó, ez de komoly. Mindig azt mondom, de lehet, hogy keresek majd lassan egy másikat. Most már keres egy másikat. Jó. És kedvenc kaja? Júj, az nagyon nehéz. Na mondja egyet. Az nagyon nehéz. Most, amit egyébként nagyon szeretek, és nyár van, és olyan jó hűvös, az egyébként egy dél-amerikai étel, az a ceviche, ami gyakorlatilag egy ilyen friss zöldségekből összevágott hallal, vagy rákkal. Egy ilyen nagyon kicsire összevágott, nagyon friss, nagyon lájmos, nagyon citromos, nagyon hagymás, nagyon korianderes saláta. Most ez viszi nálam a fámát. Mexikói, meg perui étterembe lehet menni, és kicsit nehéz beszerezni. De most ez a nyára nagyon. Egyébként meg a rántott hús sajnos nagyon szeretem. Mikor éreztétek, hogy a számotokra megfelelő útra kerültetek? Még mindig nem érezzük. Aja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 j
Milyen csönd lett. Na most mondjam, hogy a boldogság az azért motiváló tényező. Hát mondjad, ami a persze. Igen, tehát mondom, amivel kezdtük egyébként, és kérdezted, hogy nekem mi a boldogság, hogy tényleg ez a magammal való harmónia, meg az önazonosság, és hogy és szeretem azt, és ezt elkezdtem figyelni magamon az elmúlt években, hogy amit csinálok, meg amit szeretnék csinálni,
azok általában legyenek azok az érzések, élmények önazonosak azzal, amit szeretnék, és amit csinálok. Nem tudom, hogy ennek van-e értelme így, de hogy legyen bennem egy ilyen nagyon egészséges harmónia. Mikor voltál életedben a legszarabbul? Legszarabbul. Igen. Szerintem a 20-as éveim végén. Miért akkor mi volt? Ott volt egy ilyen, nem is tudom, ott úgy az volt az érdekes, hogy a 20-as éveimben csalódás, egymás után jött nagyon sok ilyen magánéleti csalódás, és azt hiszem így egymás után így sok volt. Akkor volt, tehát akkor az a periódus volt, amikor így most nem tudom, mennyi vagy? 40, mennyi vagy? 44. 44 év alatt, amikor azt érzed, hogy az nagyon kemény volt. Tehát az a pillanat, eddig éltél 44 évet, amikor nehéz volt az élet, basszus. Ott nagyon nehéz volt. Az ott nagyon, és közben meg szakmailag pedig a legjobb pillanatok voltak. Tehát nagyon érdekes, hogy... Igen, nekem is volt ilyen, hogy a legnagyobb sikerekből, nem tudom, hazamész, és... Igen, és hazamész, és becsukod az ajtót, és így ott sírsz. Igen, és ott vagy egyedül, teljesen izébe, és az életed, és kívülről teljesen más látnak, van pénzed, kíres vagy, éppen megy a szekér, éppen nagyon menő vagy, és belül nem tudják, hogy ez az ember igen. Belül az hol van, az éppen a halál szél, vagy nem tudom, hogy eltúlozni igen, akarom, igen, de hogy szarul vagy. Szarul. Igen. Figyelj, jó, hát nem is kell ennek látszódnia. Hát nem tudom, hogy kell-e, jó, hát nem az, hogy kell-e látszódnia, vagy nem kell, igen, hát nem kell, de egyébként látszódhat is, mert az olyan szép, önazonos. Csak itt megint más a hírességeknél, hogyha ez látszódik, akkor azt megfogják, azt kihasználják, akkor arról írnak, azt szétszincálják. Tehát néha a hírességnél azt is érzem, beszéltük, hogy izolál, hogy annyian akarnak téged, annyian akarnak széttépni, szétszakítani, érted? Tehát amikor megy a Beatles az úton, vagy a Michael Jackson, és széttépik, és úgy, az nem bántani akarják, hát kurvára igen. Szeretik. Hát annyira szeretik, hogy nem figyeled oda, hogy mit csinálsz, hogy téped, széttéped. Igen, mert annyira akarod, hogy itt van, jaj! És piciben azért sokszor azt érzem, hogy megélünk hasonlót, hogy mindenki akar veled beszélni, mindenki akar egy kicsit mosolyog rá, mindenki akar egy kicsit írni vissza neki, mindenki akar egy kicsit gyere, mindenki akar, és azon, hogy muszáj magadba lenni, és izoláltan, mert egyébként meg fogsz halni. Mindenki szétszív és szétszed. Igen. Például én szoktam, nagyon hülye hasonlatot használok, amikor bemutatókon a fotósok, tudod, 20-25-en körbeállnak, és jönnek, és fotóznak, és akkor ott állunk. És akkor így magamban szoktam mondani, hogy na, itt vannak a piranyák. Mert olyan, mintha mindenki belét harapna egy picikét. És akkor tényleg az van, hogy mindenki csak egy kicsi falatot akar belőle. Ide is néz, ide néz csak egy picit, ide néz csak, ide néz egy picit. Gyere csak velem egy interjú, gyere csak egy öt perc. Csak egy a végén perc. Ott állsz, és már így le van rágva a csontvázad. Igen. Erről beszélek, és muszáj. Tehát amikor Johnny Depp vesz egy szigetet, és hogy jó, menjen a picsába, hogy szigetet vesz, azt mondja, hogy azért vesz szigetet, mert máshol nem tud önmaga lenni gyereket, mert megőrül. Egyébként ezért jó, például szokták, amikor tőled nem szokták megkérdezni, hogy te akartál valaha világsztár lenni, meg minden. És azt mondtam, hogy ki akar világsztár lenni? Isten őriz! Hát az a jó, hogy mi magyar színészek, egyszerűen ki tudunk menni az utcára bárhol máshol, úgy, hogy ne tudják, hogy kik vagyunk. Azt szerintem ez egy nagyon fantasztikus dolog. Igen, de azért ennek van nagyon sok jó része is, azt azért ne tagadjuk el. Tehát ugyanúgy, tehát a hírességnek azért kivételeznek, azért jaj, a Szonya, azért itt néznek minket, hogy jaj, ezért, tehát ez azért jó is. Igen. Tehát azért jó is. Na figyelj! Iván, tanultál asztrológiát? Ha igen, kinél? Tanulok, sok barátom, tehát a Kalu Jenő jó barátom, Kisé Zsolt jó barátom, meg nagyon sok ilyen videót nézek, meg ilyen anyagaim vannak, meg ilyesmi. Kedvenc énekesetek? Kedvenc énekes, Szonya? Vágd rá, ami jön. Nem tudom rá vágni. Jó, megy a következő. Nekem nem tudom mi. Michael Jackson-t imádtam. Michael Jackson-t akartam én is mondani, de akartam valaki élőt. Adélt nagyon szeretem. Ja, igen. Mi az, amitől féltek? Én a víztől.
Nekem is azért jut eszembe a... Nekem a cápa jutott eszembe, mindig, most már mindig megkérdezik itt a... A víztől, igen, a cápa. Én sem szeretek bemenni osztályba, meg ilyen. Van itt egy kérdés, a színészet, mikor valaki más lehetsz, az nem szabadság? Hát ez egy nagyon jó része a színészetnek, hogy lehet ugrabugrálni karakterekbe. De nem szabadság, mert akkor meg a karakter, meg a szöveg köti meg, szóval nem tudom. De az egy nagyon, valóban jó érzés. Az egy ilyen lelkileg tud szabad lenni, vagy ilyen szárnyalás, nem? Szárnyalás tud lenni? Igen. Szárnyalás tud lenni, és egy másik embert megélsz. Itt a Hajdú Peti. Szia, igen. Peti! Itt a Hajdú Peti. Hajdú Peti, legutolsó. Igen, még közös felmentem. Tehát igen, a szárnyalás az tud lenni a egy szerepet eljátszani. Tényleg színház vagy film? Nagyon ezt sosem tudom megválaszolni, mert azt gondolom, hogy nem jó a kérdés, mert mind a kettő, tehát nagyon-nagyon másfajta színészetet igényel, mást kapsz belőle, a film megmarad, a színház egy pillanatnyi élmény, viszont ezt a pillanatnyi élményt nem éled meg a filmen. Tehát szerintem a kettő az nagyon kiegészíti egymást. Nem választanék. Okay. Igazából. Jó, figyelj, mire vagytok a legbüszkébbek? Ez jó kérdés, de jó. Én megmondom őszintén, én az állataimra vagyok a legbüszkébb, mind a kettő mentett, és mind a kettő a világ legboldogabb állata, és ha egy picit is az nekem köszönhető, amellett, hogy ők maguk fantasztikusak, én nagyon büszke vagyok, hogy én nagyon jó vagyok az állatokkal, én arra büszke vagyok. Hirtem már mást vitte tovább az agya. Én nagyon jó vagyok az ágy. Az állatokkal, te férfi agy. Na, oké. Tehát mire vagytok a legbüszkébb? Én nem is tudom mire. Talán... Nem is tudom. Talán arra, hogy fontosnak érzem ezt az egész tudatosságot, meg ezt az emberséget, meg az, hogy emberként, hogy teremtsünk értékeket, és hogy mik igazi értékek, és hogy talán elkezdtem erre felé is figyelni, és nem csak a erre, amiről eddig beszéltük, hogy siker, meg pénz, meg hírnév, meg hogy a karrier, hanem az, hogy tudunk valahogy magunk változni, magunk változtatni, magunkat valahol megismerni, ezen gondolkozni, kik vagyunk, mik vagyunk, hogy tudunk jobbá lenni, teljesebbé lenni, tudatosabbá lenni, harmonikusabbá lenni, így kevesebb szenvedést okozni, tényleg magunknak, másoknak valahogy értékeket átadni, valahogy valami értelmeset csinálni ebben a világban, valahogy segíteni. Itt írja valaki, Iván, hogy csinálhatná egy beszélgetős tévéműsort erről, egy ilyet tök jó lenne egyébként. Figyelj, akkor Hajdú Peti. Itt a Hajdú Peti. Hajdú Peti. Csinálj már neki egy műsort, Peti. Peti, Petya, nézd már meg, hogy Farkas Niki mit ír. De komolyan tök jó lenne egyébként. Nézd meg, itt egy órát eldumcsíztunk egyébként. Mindjárt mennem kell Iván. Megyünk is, most a vége van már. Vége van, egy max. Egy óra szokott lenni. De hogy én tök szívesen, tehát tök jók ezek a beszélgetések, és tényleg szerintem is jó lenne, ha... Én támogatom a tévéműsorodat. Én is. Jó van. Szonyecskám, akkor puszillak. Várjál. Elköszönünk, jó? Nem? Jó. Vagy még akarsz? Nem. Tudtok őszintén bocsánatot kérni, ha valakit megbántotok? Én tudok. Te? Nagyon, nagyon is, persze. Is. Bocsánatot kérni a legjobb dolog a világon. Igen, az jó, az erős, az de erős. Nem szoktam nagyon megbántani embereket, arra is figyelek. Igen, szóval... de van, amikor tudtod nélkül bántod meg, tehát nem azért, igen, mert de megbántod. Akkor meg elnézést kell tudni kérni, igen. 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 Na, Szonyecskám, édesem, de szép vagy, de jó volt, hogy itt voltál, nagyon szeretlek. Puszillak. Mindjárt jövök hazat, találkozunk személyesen. Jó, hívjál, puszillak nagyon, nektek meg örültem. Köszönlek titeket, írjátok meg, hogy kit hallanátok, vagy kit látnátok szívesen, és akkor azt ugyanúgy fölhívjuk. Csókollak titeket, minden jót, szevasztok. Ciao.